ezt a struktúrát, amit hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül felépítettünk, ami jelentősen az atomenergiára épül, és az orosz gáz és olaj függőségre. Ezt a struktúrát meg kell változtatni, ehhez nyilván idő kell, de azt tudjuk, hogy nem csak a háború miatt, a háború bizonyította be, hogy ez nem jó, hanem itt az éghajlatváltozással összefüggésben is lépni kell. Sajnos azt kell látni, hogy például egy ilyen atomerőműnek a felépítése, mint Paks 2, ami rettentően drága, sokkal, de sokkal drágább, mint amit a kormány kommunikál, mert a kormány nem számolja be az atomenergia költségébe a létesítés költségeit, és egyáltalán nem számolja be az nagy aktivitású hulladéknak az elhelyezését. Egyszerűen felbecsülhetetlenek ezek a költségek, viszont az Orbán kormány ehhez mindenképpen ragaszkodik.